GR Yaris. Tehát, Igen. Tényleg a GR 86 is jó volt amúgy. Meg a GR Yaris sem rossz. Szóval, hogy nem mondanám, tehát, hogy ez most már különösen nem rossz. Igen, tehát hogy ez az unalmas gyártózás, tehát tényleg azt érdemes végig gondolni, hogy ezek a nagyon polgári gyártók azért időről időre kipottyantanak valami eszelős Igen. bugi. Jó, mondjuk a GR86-hoz kellett egy GT86-ot elrontani, mert ja. azért az 0.7, azért az a GR-nél sikerült. Jó, mondjuk ott volt a Ranger Raptor is, tehát tényleg, az Ranger előző Raptor. És a következő, de Igen. ott sem sikerült elsőre feltétlenül. De mondom, feltétlenül. Tehát, hogy ahogy a Lexus, hogy a Toyota is megcsinálta az Elefát, ugye a Ford is megcsinálta az új GT-t, ami, Igen. Tehát, és ezek tényleg ugyanazt a logót hordják magukon, mint egy polgárt. Szerintem a, amikor nézegettem, szerintem a... Mint egy 1000-es Szívó Fiesta. Na mondjuk milyen volt az az 1000-es Szívó Fiesta? Nem tudtuk megmondani, hogy nem turbós a másik 2000-es Szívóhoz képest. Igen, igen, igen. Jó volt. Nem 1002-es volt, vagy 1001-es? Nem 1000-es volt mindegyik. 1000-es volt. Te jössz. Grac, tetszett. Hol készült egyébként a videó? Esetleg ennél sokkal szerényebb tudással hova érdemes menni terepre? Erdőbe, Budapesten vagy környékén? Szerintem a specis videó volt. Specis videó, igen, igen, igen. Ez a Jókón készült, ez a 3-as Határhegyen egy ilyen, hát most szerintem legalább 20-25 éve létező és alakuló kispálya. Ide azért kezdőként nem mennék. Le lehet rajta jönni kezdőként is, csak nem fogod élvezni, mindent ki lehet kerülni. Csak akkor meg lejössz az erdőbe egy úton. Igen, igen. Tehát kezdőként Nagy Kovácsi elejére mennék a Cross Kovácsi pályára. Ez egy legális pálya, tehát nem ilyen gyerekek által a hegyen gründolt, hanem rendesen állami pénzből, mert támogatásokból megépített pálya. Felvonó van? Nincs, de vannak nagy mandínerek, vannak asztalos ugrók. És tehát, mondta, hogy legalább egy kis kilátó van. Nincs kilátó. Lomkorona sétás. Akkor hova ment az állami pénz? De tényleg, egy stadion mellette? Tényleg jó a pálya, tehát hogy foglalkozza volt vele. Tényleg foglalkozó volt vele, tehát Kroszkovácsi, tehát Nagy Kovácsi elején a Kroszkovácsi pályát ajánlom annak, aki így kipróbálná ezt az erdőben száguldozást. Biztonságos, tágas, nincsenek fák így az ösvény közepén, meg ilyenek, amik a Jokón azért előfordulnak, és hogy ott tegyem egy valamit. Akkor a lombkoronasétányt hozza, nincsenek fák. Igen, igen, te jössz. Te jössz. Ezt én olvastam, te jössz. Mit, ezt? Én olvastam, hogy hova kell menni. Nem, de én most itt a következő... Ja, akkor most eljövök, igen. Ja. Az első pontnak annak kellene lenni, hogy általános iskola alsó tagozatában meg kellene tanítani a gyerekekkel a biciklivel való közlekedést és a kereszt alapjait, ahogy azt egyébként a hanyatlón nyugaton teszik. Ezt követően már sokkal egyszerűbb lenne a vadnyugati körülményekre szabályzást írni. Ez a roller legalizáció, meg a minden más elektromos eszköz legalizáció videója alá jött. Imre Nagy 8863 kommentje. Full jogosnak érzem, tehát tényleg ezt kéne tanítani az iskolákban. Akár egy fél éves tantárgy keretein belül általános hatodikban, mondjuk, hogy hogyan közlekedj. Most voltam Igen. Németországban apukámnál, ahol a tesóm az iskolában bringás jogosítványt csinált. Kapott egy ilyen kis papírt, lepecsételték, és elmentünk bringázni ott a környéken, mondta, hogy megmutatja nekem a helyi ösvényeket, és az volt a nagyon meghökkentő, hogy amíg az utcán mentünk, stopptáblánál megállt, kereszteződésben kirakta a kezét, hogy merre szándékozik menni, meg ilyenek, és neki ez már zsigerből jön, 10 évesen. És hogy szerintem erre rohadt nagy szükség lenne itthon is. Igen, ez határozottan nem lenne rossz. Igen, ez hasznos. Hát, tök mindegy, mert ha ezt ugyanúgy alkalmaznánk, ahogy vezetés közben a kereszt, akkor igazából Igen. elpazarolt órák száma, de... De vezetni te 17 évesen tanultál meg. Azért az ember még tök máshogy áll a bevéséssel. Jó, persze, amúgy nem lenne rossz, meg sok más helyett is tudnám mondani, hogy inkább kereszt tanítsanak, mert... Igen. Hú, annak bele szoktam olvasni a tankönyveibe, például az informatika a tankönyvben. Hát, sőt, már nem is informatikának hívják, hanem digitális kultúrának, vagy nem tudom minek. Nem tudom, a mai digitális kultúrában az miért alapvető dolog, hogy megtanuljon programozni, meg ilyenek. Ők még doszoznak? Mi még doszoztunk? Nem doszoznak, valami más tanulnak, annyira nem olvastam át, de hogy csak így a nagyobb fejezeteket, mert mindent, na most abszolút nem tanítják meg nekik a mai digitális kultúrát. Semmiben nem térnek ki, pedig baromi nagy szükség lenne arra, hogy egy Instagramot, egy Facebookot, a social médiáknak, a bárminek a használatát felelősen, már most, igen, felelősen, tehát, már most megtanítani nem túl használatát. Nekik, pláne egy ilyen tantári név alatt. Igen, 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 hogy miért ne rakít tükörbe pucsítós képeket Instára, mert a bokkésőbb azért elég komoly problémáid lehetnek. Igen, igen. De nem baj, a Excel-t nagyon szépen meg fogja tanulni kezelni, ahogy látom. Mondjuk az nekem is ki. De egy emlékszek, amikor még előző évek, amikor így
előző évben, vagy 2 éve, nem tudom, már kellett PowerPoint dolgokat csinálni, meg ilyenek, és nem tudod Google-ba keresni. Nem tud Google-ba keresni. Na most már tud. Ez még egy picit régebben volt, de akkor ismerkedett nagyjából. És oké, telefonon tud, de hogy így számítógépen nem volt meg neki. Tehát, hogy ezt nem tanították meg neki, de PowerPoint-ba már animációkat kellett összeraknia, meg ilyeneket. Meg mit tudom én, milyen fényképszerkesztőbe Photoshop szintű dolgokat kellett csinálnia majdnem. Igen. Abszolút nem érzem az informatikai oktatást bármennyire is relevánsnak így 2023-ba. Te jössz. Remélem benne leszek a 40 szerencsés közt. Igen, na most ez ugye arról szól, hogy többek közt ugye a nagy csatornán, meg itt a Check Engine is láthatjátok promóját annak, hogy a készült egy Rahedli jópofa kulcstartó a HDTK-jemből, amit meg lehetett vásárolni a webshopunkból, és hány darab volt? Ami mindenkihez oda fog érni előbb-utóbb, de igen, tehát a postán történnek dolgok, kapunk vissza is egyet-kettőt, sajnos nem mindegyiken sikerült a címezés rendesen, illetve van, amelyik címet nem találták úgy, de mindenki meg fogja kapni, nyugodjon meg. Így van, és ugye itt arról volt szó, hogy 2000 darab ment ki? Nem, 400. Bocsánat, 400 darab ment ki, nem tudom fejbe hol voltam akkor, 400 darab ment ki. Hát amikor postáztuk, akkor 2000-nek tűnt. 400 darab ment ki ezekből a kulcstartókból, és minden tizedik nyer, vagyis hogy 40 embert meg fogunk hívni egy sorsolás után október 14-ére a kakusringre, hogy belőjön a kejembe. Ugye az egész HDT kejennek az a célja, hogy építsünk egy olyan autót, amivel meg lehet osztani a pályázás örömét, vagyis hogy Oliver mellé be fog ülni körönként 4 ember, és jó. Vagy mögé. Elé, mögé, mellé, mit tudom én, fölé. Mindenhova, köré. Van tetőablak. Ennyi. Ki lehet ott is lógni, motorháztetőn is, nem. Nem. Szóval, hogy körbe fogja vinni őket a kakucsringen, mert ugye az autónak ez a célja, ez a közösségi autóztatás, és aki rendelt kulcstartót, az pályázik arra, hogy beülhessen. Na most a pályázni. Pályázni, így van, tehát nyilván nem országúton. Na most a kulcstartós akció ebben a formában a kejjennel amúgy lefutott, de hamarosan érkezik az új kulcstartó, ami szintén egy körülöttünk lévő autóból. Egy zöld, aranykerekű autóból fog elkészülni. Ja, biztos, hogy Dani Swiftje lesz. Igen, a kulcstartó abból lesz, igen. Igen, és igen. Ahhoz is kapcsolódik majd valamilyen hasonló nyereményjáték, tehát hogy a rendeléssel nyerhetsz valamilyen... Igen, de majd lehet kapni a KNS-t is amúgy. Igen? Ha kifut a promóció, és vége a szerencse jár minden, de azének, a sorsolásnak, még a játéknak, utána elérhető lesz, ha jól tudom, úgy beszéltük Olivérrel, hogy lehet majd venni újra. Igen, tök igényes kis dolog, tehát mind a két oldalán ott van az autó, nem csak én két oldalos. Én meglepődtem, hogy mennyire szép. Igen, meg hogy a szponzor matricák is rajta, szépek a színek, jó a minta, hasonlít rá, tehát hogy egész jó visszahozza a formát, az mindent. Nagyon remélem, hogy egy 10-15 év múlva lesz Mazdás is, mert akkor lehetne olyan kulcstartó. Te jössz, én jövök? Nekem már elfogyott. Akkor valamit elszámoltunk, mert nekem még van 3. Én néha beolvastam többet, mert így egymásra jöttek meg. De... Rigó Fütty 51-72, szintén roller szabályozás. Az ügyvéd úr több kérdést tett fel, mint amennyi választ adott. A szokás jog és a pedelek fogalmak nincs a KRESZ és a KPM rendeletben. Szerintem ebből nem tudja meg most mi a jelenlegi szabály. Na most az a helyzet, hogy azért tett fel több kérdést, mint amennyi választ adott, mert az egész műsor arról szólt, hogy bemutassuk, hogy mekkora a katyvasz, és mennyire átláthatatlan ez az egész. Tehát mi itt nem válaszokat akartunk adni, mert nincsenek válaszok. Igen, tehát jelenleg ebben a témában mindenkinek több kérdése van, mint válasza. Így van. És mi senkinek nincs válasza. Tehát így van, tehát hogy mi nem azt akartuk, nem a tutit akartuk megmondani, hogy kéne csinálni, nem a jövőt akartuk megjósolni, hogy fogják csinálni, hiszen nem vagyunk Nostradamus, hanem azt akartuk megmutatni, hogy egy ilyen szabályozás létrehozásához mennyi minden apróságra kell gondolni, és mennyi kérdés merül fel. Tehát ez igen. Ez így erről szólt. Jó, aztán. Gábor Balog, RB9RL, 3 héttel ezelőtt, csak politikát, nem jó ez. Ez most vagy a napelemes anyag alá jött, vagy a hajós alá. Szerintem amúgy kultúrált keretek között maximálisan helye van, főleg azért, mert mi nem fröcsögni szoktunk, hanem ha mondunk valamit, vagy gondolunk valamit, akkor azt érvekkel támasztjuk alá, hogy miért az kerül bele a videóba. Konkrét politikával így nincs foglalkozva. Egyfelől igen, másfelől amikor van, tehát hogy autózással foglalkozunk, közlekedéssel. Ez járművekkel. Járművekkel. Ez nagyon-nagyon szorosan összefonódik azzal. Tehát most például készül egy benzinár, mert ugye azt hiszem Gulyás
államtitkár úr tudta azt mondani, remélem jól mondtam a titulust, hogy az ukránok miatt drága a benzin, és ez nekem megütötte a fülemet, úgyhogy egy kicsit utána mentem a témának. Uh-huh. Spoiler, igen és nem. De majd kifejtem egy videóba jövő héten. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a körülöttünk lévő világ, akárhogy csak így a közlekedő szemmel nézzük, akkor egész egyszerűen az van, hogy nem tudunk ettől elvonatkoztatni, mert befolyásolja és alakítja az életünket. És lehet, készülhetnének ezek a videók úgy, hogy nem mondunk neveket, nem mondunk jelenségeket, de rohadtul tartalmatlanok lennének, akkor mi értelme van megcsinálni? Hát meg most nem, tényleg nem az, hogy fröcsögés, nem a politikával van konkrétan foglalkozva, ami tartozik a témához, vagy a járművekkel való persze dolgokhoz, az van belemondva, belevíve, azzal van foglalkozva. Így van. Ha van járműs vonatkozása, akkor benne van. De nincs állásfoglalás, nincs vélemény hogy mondjam, róla. Amikor van vélemény, akkor el szoktam mondani, hogy eddig tartottak a tények, és most jön az én véleményem a témában. Néha belefér egy-egy poén. De ez inkább a témában, nem magával a politikával. Tehát persze. Nem azzal, hogy igen, ki mit reggelizett, vagy... Így van. Úgyhogy mondom, ez ezen túl is lesz, ezen nem tervezünk változtatni. Amúgy azokat az embereket tökre értem, akik egy fárasztó nap után, miután zúg a fejük, csak meg akarnak nézni egy jópofa autós videót, és nem vágynak még ott is erre. Tök igazuk van. Olivier csatornája van-e? Hát a másik csatornánk. Így van. De itt is van olyan. Itt is, de azért az eléggé látszik, amikor kirakunk egy videót, ami közérdekű témát dolgoz fel, hogy az közérdekű, tehát hogy aki nem vágyik, nem kíván találkozni ilyen politikával kapcsolatos tartalmakkal, az egész egyszerűen ezekben ne kattintson bele, igen, mert mint mondtam, ez alakítja az életünket, tehát muszáj benne lennie. Hallgassa meg a 3 órás podcast következő 1 óráját helyette inkább. Így van. Ahol abba hagyta. Jaj, Just Greg 82. Amúgy Dani kap ezért fizetést, vagy csak baráti szívességből csinálja? Én erre még mindig csak azt tudom mondani, amit oda is kommenteltem alá. Nem kap érte fizetést, Dani ukrán szervkereskedő. Így van. Ez amolyan nem is mellékes, csak hogy a stresszt, hogy... Szóval akkor hobbi, levezeti. Igen. Tehát miután a másik munkáját csinálja napi 12 órában, ide jön poénkodni másik 12 órát. Igen. Azért nem látszik, hogy dolgozna, azért mindig csak viccelődik. Igen. Nem viccet félretéve, Dani főállásban itt dolgozik, és nagyon sokat. És hogy... És kap érte pénzt. És kap érte pénzt, így van. Tehát, hogy igen. És akkor a mai utolsó kommentünk. Egy zárónak. Az egyik kedvencem. Szerintem őt is bántja valami így a hosszából ítélve. Nem bántja, ő megmagyarázott, segített. Tehát, hogy felmerült egy kérdés, amire válaszolt, ugye? Egészen biztos vagyok benne, hogy segíteni fog. Készítettük ezt a videót az autózás közbeni telefonbaszoktatásról Mariannal, igen, amikor Dani megdrifteltette Mariant. Tudod, pedig olyan kedves rásznak tűntél. Dani kedves. És ugye itt Dani amúgy kedves. És amúgy felmerült az a kérdés, hogy miért van az, hogy emberek a telefonjukat azt így a szájuk előtt vízszintesen tartva, kihangosítva beszélnek vele. Na most, mint megtudtam, ennek a népnyelvi elnevezése zsíros kenyerezés, és teljesen adekvát, ha belegondolsz, ahogy így tartja. Nekem ilyen szendvics ez, vagy már igen. És János Tóli 8756 megmagyarázta a jelenséget. Halljuk. Na. A zsíros kenyér effektus pofon egyszerű. Én is így szoktam tartani a telefont kihangosítva, mert hangos a motor, a szélzaj, stb. És ebben a pozícióban a mikrofon közelebb kerül a számhoz, ergo a másik fél jobban hallja, amit próbálok mondani, plusz én is jobban hallom, mintha csak simán a fülemen lenne, igen, tudom, van már erre kihangosító, stb. Csak gondoltam, megosztom a saját véleményem erről, mert már unalmas a nem tudom, miért így tartják a telefont a kocsiban megszólalások. Nem, itt nem az a kérdés, hogy miért így tartja a telefont a kocsiban, miért tartja a telefont a kocsiban, igen, a kezében, igen, és miért telefonál. Tehát egy AliExpress-es telefonkihangosító, egy ilyen N+1 AirPods vagy AirPods másolat, vagy egy fejegység, egy bármi. Igen. Tehát kézben tartva sehogy nem szabályos. De szar így vezetni autót. Ez szar is így vezetni, tehát, hogy egy kezet foglal, ha csak nem automata, de tök mindegy, a kormányra akkor se tudsz reagálni, igen. De mindegy, de úgy még váltani sem tudsz, ha esetleg kéziváltós, de tök mindegy, sehogy nem szabad. Tehát se így, nem szabad sehogy tartani, igen, a telefont vezetés. Azért megnézni neked egyszer, hogy mész egy kört a telefon, úgyhogy az iPad így az arcod előtt van, tudod, így számolod a hézagokat, ja most kanyar! Simán körülmények. Egyszer lehet csinálunk egy ilyen kihívást, ki tudja.
No, ez volt az e-havi kommentre válaszolgatás. A következőt megpróbáljuk egy hónapon belül csinálni. Nem akkor megyek el nyaralni. Akkor én fogok nyaralni. Jaj, basszus, akkor te mész nyaralni. Hát akkor lehet, hogy kénytelen leszek erre behívni Olivért vagy Danit. Nem tudhatjuk. Egy hónapon belül szerintem megoldjuk. Így van. Össze tudjuk hozni. Így van. A lényeg az, hogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, menjetek fel a webshopba. Igen. És írjatok nekünk. Pólót. Most nem tudom megmutatni miért, mert ez van rajtam, és ilyet nem lehet nálunk kap. Így van, de van egy csomó jópofa dolog ott, meg majd érkezik még sokkal több jópofa dolog oda. És most akció is van. Tényleg? Igen. Lehet, hogy rendelek valamit. Igen. A pólók mellé ajándék matrica jár, és le van akciózva minden. Ez a videó most így kimegy szépen csütörtökön, és vasárnap megyünk tovább. Szerintem a miért drága a benzin tematikájú videóval. Ja, hogy egy ilyet szeretnél? Pedig vannak sok érdekes videók készítve. Van sok érdekes videó bekészítve, lesz Ranger Raptor teszt, lesz a nagy Shiva podcast, folytatjuk az autóvásárlás jogi hátterét. Magyar Tomit. Magyar Tomi. Maradt egy-két dolog. Magyar Tomi, lesz még... A diesel tuninghoz már nem lesz. Nem, de hozunk két olyan japán autót, amiről sokan szerintem nem is tudják, hogy létezik. De az mondjuk még pont nincs kész. De kész lesz. Szóval rengeteg tartalom vár rátok. Én jövő héten sajtóutakra megyek, ahol mindenféle forgatás lesz, egy Krakkóba, Portugáliába, erre-arra. Igen, még mindig nagyon sajnáljuk őt, amúgy mindig megpróbálja eladni, hogy milyen rosszak ezek a sajtóutak, és hogy mi sajnáljuk őt. Igen, de mindig azt a 10 percet látom. De neki repülőre kell ülni, és el kell menni, és Jézusom, ki kell menni a reptérre. Isten, már most fogja a fejét. Tehát nem... Reggel 4-kor oda menni a reptérre. Reggel 4-kor föl kell. És hazajövök utána. Elvigyenek valahova, és ott autózzak. Ezt elképzelhetetlen. Egyszer elmész helyettem, jó? Egyszer elmész helyettem. Na, úgyhogy találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok. Sziasztok. Tényleg elmészítettem egyszer.